Az egyik csapattársam szavaival élve egy picikét volt jó, csak minthogyha leesnél a padlásról. Amúgy durván kemény volt. Csak hogy megmutassam nektek, hogy milyen jó volt a mai edzés. Ott hiányzik egy kis darab. Na, de igazából nem azért, mert annyira kemény volt az edzés, hanem... Oh my god! Szóval van ezek a golyók, az a nevük, hogy kettlebell, és ennek van egy ilyen nyele. És ez, hogyha nagyon szorítod, akkor az ember kezéről ezeket a bütykőket, ezeket a bőrkeményedéseket szépen kikezdi, és előbb-utóbb le fog szakadni magyarul. Úgyhogy most ez történt, azért ilyen az én kezem is. Tegnap ugye ígértem nektek, hogy ma fűnyíró traktorozunk, úgyhogy most itt vagyok Robiéknál, és remélhetőleg mindjárt ki fog derülni ez a kis fűnyíró traktorról, hogy végzi a dolgát. Van hátam mögött Robertónak az új járgánya, így most már jobban látszik. Lecserélte a fehér autóját egy ilyenre, ebben fog most már aludni is. Na Robi, kipróbáljuk, vagy most kihát? Tudod, hogy egyáltalán hogy kell használni? Na. Lehet, hogy arrébb megyek, mert aztán itt ledarál engem. Ennyi volt, kész? Elfelejtetted a folyamatot, mi? Nem jó. Be van kapcsolva ez a... Ez mi? Jó, a sörnek is van hely? Persze. Ja, hogy ezt még a vidmény keresztül a telefonoddal is tudod irányítani. Na jó, ez nem igaz. Egyébként ez a megoldás nagyon tuti, mert azért itt van egy-két kutyar elrejtve a fűbe, és amikor még a tologatós fűnyíróval csináltuk, akkor előfordult, hogy így szétcsapódott mindenfele. Ebből azért már kevésbé van esély arra, hogy szétcsapjuk a kutyaszart. Reméljük. Hop. Valami gond van, valamiért miért fügyül? Lehet, hogy nincs benne olaj. Ajaj! Három perc, nem osztály, az már van rontva! Ilyenkor, amikor sípol, akkor van tele a fűgyűjtő? Egyébként én ezt mondtam el neki, mielőtt főhívta volna az emberkét. Nyomd be a féket. Benyomtam. Tekerd el. Aj. Azt, majdnem levágta a kezem. Nyomd be. Hát vegyél már, de mert... Nyomd be a féket. Be van. Fordítsd a kulcsot. Ez amúgy mi? Az indítja a kést. Aha.
Tehát most ki van kapcsolva a kés? Most ki. Addig tekerd el. Nyomd be a féket, tartsd benyomva. Hey, a baratfámat kinyírod! Köszönjük szépen az élményt! 1000 forint. Minden egyes nézőtől majd elmegyek, külön beszedem tőlük. Tehát a mókás fűnyírás után elindulunk bevásárolni, ugyanis a hétvégére elutazunk. Nem kell túl sokat fantáziálni, itt leszünk belföldön, nem külföldre megyünk, és most ennek érdekében fogunk elmenni bevásárolni. Tudjátok, arra a helyre, ahol nem lehet kamerázni. És amikor utazunk valahová, akkor általában körülbelül egy héttel előtte elkezdünk már bepakolni, illetve én nem kezdek el bepakolni, hanem Évi kezd el bepakolni, és ahogy közeledünk az utazás időpontjához, akkor nyomás gyakorol rám, hogy akkor én is pakoljak be. Ahogy közeledünk ugyebár az utazás időpontjához, úgy nő a nyomás, úgy nő a stressz. És sokszor előfordul az is, hogy valamit otthon hagyunk. Na hát olyankor is ki a hibás érte? Egyre többen szólítanak meg az utcán, hogy nézzük a vlogom, tök jó a vlog, így a vlog, úgy a vlog. Ezeket a dolgokat még szoknom kell, de amúgy tök jó lesnek. Köszi! És itt a mai vlog vége. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk holnap. Sziasztok! Te Robi, mi volna, ha egyszerűen legalább életedben az idősebbre hallgatnál? Mondtam, hogy tele van a fűgyűjtő.